Szájmaszkban nyírják a füvet a Faddi faluház előtt, szájmaszkban járnak boltba az emberek, és maszkban is bicikliznek a településen. Mindegyünknek a érdeke, hogy hát vigyázzunk magunkra, másokra is. Az, hogy Faddon szinte mindenki maszkot hord, nem véletlen. A település polgármestere helyi rendeletben írta elő, hogy vasárnaptól közterületen csak az arcot eltakarva lehet tartózkodni. A boltokban és a piacon pedig még kesztyűt is kell húzni. Az egyik helyi üzlet vezetője azt mondja, azóta láthatóan megnőtt a maszkot hordók száma, de még mindig vannak, akik nem veszik komolyan a veszélyt. Még mindig nem 100%-osan, tehát sokan még mindig azt mondták, hogy felesleges. A polgármesteri rendelet megalkotására azért volt szükség, mert Faddon az egyik ott lakó férfi koronavírus tesztje pozitív lett. Ő Szekszárdon van most bepont a kórházba, a család hatósági karanténban van, a házi orvos megkérte a tesztelésüket, ezt remélem, hogy a hétvégén akkor megtudjuk, hogy a család többi tagja fertőzötte vagy nem. A megbetegedett faddi férfi valószínűleg az édesanyjától vagy az édesapjától kapta el a koronavírust. A helyiektől úgy tudjuk, hogy a most megbetegedett férfi édesanyjánál és édesapjánál korábban Budapesten koronavírus diagnosztizáltak, és kórházban kezelték mindkét szülőt. A faluban most azt beszélik, hogy egyikőjük időközben már el is hunyt a betegségben. Faddon a szigorítások visszavonásig lesznek érvényben. A beteg helyi férfi pontos állapotáról egyelőre nem lehet többet tudni. Tolna megyében a legfrissebb keddi adatok szerint eddig összesen 16 embernél mutattak ki igazoltan koronavírus fertőzést.